Kemper Frónius Gábor itt a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Két dologról lehetne ugye ilyenkor beszélni, hogyha csak most belekapaszkodjunk az utolsó gondolatunkba, amit a pultnál mondtunk. Minden, ami eddig történt, és hogy meg tudjuk-e jósolni, még mi lesz vasárnapig? Nem tudjuk megjósolni, mert nagyon szoros verseny van. Én azért egy kicsit visszatérnék erre a beszélgetésre. Ja, én arra céloztam, tehát, hogy minden, ami ehhez a kampányhoz kapcsolódik. Nem tudom, szerintem nagyon-nagyon sok minden fog még előjönni. Egyrészt ez egy durva. Nem tudom, a dolog dinamikájából az várható, hogy még vannak töltetek. Szerintem egyébként nem a luxusjachta kérdés, szerintem egyébként még csak nem a kokaina kérdés. Felülem feküdjön rá a csíkra és szívja föl Bécsig, tehát hogy baromira... Ez kemény. Ez nagyon erős volt így kora reggel, így a morra. Nézzük a műsor gyerekek is, azt félreérték. Nem buzdítom bűncselekményre, csak ne felejtsük el, hogy itt egy olyan pártnak a képviselőjéről van szó, aki szigorította a drogfogyasztást, kriminalizálták, sok ember életét teszik ezzel tönkre. Én azt gondolom, hogy itt az őszintétlenség az egy nagyon komoly kérdés, tehát, hogy bort prédikálunk, bort iszunk és vizet prédikálunk, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy itt nagyon-nagyon súlyos visszaélések vannak közpénzekkel. No, akkor... Tehát ami itt kiderül, Vittinghoff Tamás ügyével szemben, ami egy prostitúciós ügy, itt nem csak arról van szó, hogy luxusjakt, hanem arról van szó, hogy táskaátadások, vállalkozóknak tett szívességekért ellenszolgáltatás. Ez szerintem mind arról szól, amire igenis a közönség joggal kíváncsi arra, hogy kik irányítják a városaikat, és azt gondolom, hogy ennek kell sürgősen véget vetni. És ez majd vasárnap el fog dőlni. Ez majd vasárnap meg fog történni. Győriek ez esetben hogyan szavaznak, mint ahogy... Budaörs, köszönöm szépen, segítette. Egy gondolatra azért visszakanyarodva, mert egyébként, mint a Krisztinában, mi mindig azért próbáljuk képviselni azt az oldalt, aki nem ül itt, érthető módon. Borkai Zsolt ebben a videójában, amit ugye tegnap nyilvánosságra hozott, hát jó, de ő, már úgy értem, hogy igen. Erőt, igen. Nem. De hát ezt tényleg. Bocsánat, kérő videóról beszélsz. Igen. Ja, bocsánat, kérő videóról beszélsz. Elnézést kérek, igen. Tudod arra, hogy bocsánat, beszél, zavarban van, látható, bocsánat, kicsit én. Olvassa azt, amit ugye szeretne elnézést. Elmondani, hogy ne zökkenjen ki. De ebben ugye határozottan cáfolja azt, hogy ő bármilyen drogot fogyasztott volna azon a felvételen. Amúgy minden, ami ott történt, azért elnézést kérek. És a közpénz felhasználást is, mintha említi, volna, vagy igen, volna. Hogy azt tagadja. Oké, szerintem ezek azok a dolgok, amikre vannak újságíróink, vannak ellenzéki politikusaink, én azt gondolom, hogy ennek a végére kell járni. És olyan viszonyokat kell teremteni az önkormányzatokban, hogy tudjuk, hogy a polgármesternek milyen jövedelme van, a vagyonnyilatkozatai komolyan vehetőek legyenek, az önkormányzatok gazdálkodását, az önkormányzati cégek gazdálkodását átláthatóvá és követhetővé kell tenni. Tehát én azt gondolom, hogy október 14-én egy új korszaknak kell elkövetkeznie Magyarországon, és igenis el kell kezdeni érdeklődni a polgároknak, hogy mi folyik az önkormányzatokban, az önkormányzatainkat ki kell nyitni, részvételre kell csábítani a polgárokat, és véget kell vetni ennek a szekértábor logikának, ami azt diktálja, hogy hiába kerül ez a videó nyilvánosságra, Győrben a Partizánnak meg a 444-nek a felvételei szerint már elkezdődött ennek a megideologizálása, hogy ez valami balliberális árvány, ami a polgármester ellen zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy a szekértábor politika ebben az értelemben beszűkíti a választókat. Vittinghoff Tamás esetében ugyanez hangzott el Budaörsön, hogy ez egy fideszes árvány, ami ellene történik. Értem. Tehát szerintem azért van mértékeknek a kérdése, a prostitúciós szál közös benne, de Vittinghoff Tamással kapcsolatban szerintem nem merült fel a közpénzekkel való hűtlen bánásmódnak a kérdése, ami Borkai Zsolttal kapcsolatban nagyon erősen fölmerült. Még egyszer mondjuk, hogy ő ebben a bocsánat kérő videóban kitért arra, hogy nem használt fel közpénzt. Értem, és engem egy picit zavar egyébként, hogy ez egyelőre, ez nem egy újságírói munka, hanem az, tehát ugye egy magát benfentesnek feltüntető ember csöpögtet információkat egyelőre. Tehát, hogy én így szeretném látni azt, hogy ezek a dolgok úgy is nyilvánosságra kerülnek, hogy nem csöpögtetődnek az információk, hanem tényleg elkezdjük módszeresen megtudni, és nem csak azt, amit elénk tálalnak. Még egy dolgot hadd kérdezek, aztán beszéljünk a szavazatszámlálásról. Nem sokára vendégünk lesz László Imre, akivel kapcsolatban, amikor az a vád kijött, akkor azonnal egységesen mögé állt az ellenzék, és támogatta azzal, hogy ez egy teljesen alaptalan politikai alapú vádaskodás. Igen, értem, és én ezzel az ügyel egyáltalán nem vagyok
tehát nem ismerem László Imrét sem, számomra hitelt érdemlő emberek álltak ki mellette, de én az ügyéről nagyon nem tudok nyilatkozni. Adnak a jelentőség, hogy ön ismer valakit, vagy nem? Egyébként nyilván, van annak jelentősége? Nyilván van annak jelentősége, hogy én mit gondolok személy szerint. Ebben az ügyben én nem merek nyilatkozni. Na jó, de hogyha László Imrét mondjuk nem ismeri, de lát róla egy videófelvételt, akkor most az mit jelentene a gyakorlatban? Akkor azt gondolnám, hogy láttam róla egy videófelvételt, és kénytelen vagyok hinni a szememnek. Én az ő ügyében nagyon nem szeretnék nyilatkozni, mert egyáltalán nem ismerem. Azt tudom, hogy számomra hitelt érdemlő emberek zártak össze mögötte. No, menjünk tovább egyébként, hogy ennek milyen hatása van a szavazókra, ezt majd te ugye át fogod beszélni a Publikus Intézet részéről, ugye Pulai András, amely, bár ezt, nem, hát ezt még nem is tudják mérni tulajdonképpen, nem lesz hát már idejük nem. Szerintem. No, viszont az mennyiben mérhető legalább egy kommunikációs szempontból, amit ugye említettünk adásunk elején, hogy idézőjelesen, de veszélyben van az önkormányzati választás a tekintetben, hogy ott tisztességesen, normális delegáltakkal, ahogy az meg, a nagykönyvben meg van írva, fog majd lezajlani vasárnap. Tehát szögezzük le, hogy Magyarországon szabad választások vannak, de szélsőségesen nem fair választások vannak, tehát ilyen közmédia viszonyok, ilyen propaganda média mellett fair választásokról nem lehet beszélni. Az ellenzék igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy legalább maga a választási aktus szabályosan zajlódjon. Ennek érdekében delegáltakat küldünk a szavazókörökbe. Én nem tudok mindenről nyilatkozni, azt tudom, hogy Budapesten mindenhol és a nagyvárosokban mindenhol van a megengedhető számú ellenzéki delegált. Tehát idézik azt, hogy kevesebben vannak, mint 5 évvel ezelőtt. Ez azért van, mert tavaly, vagy 5 évvel ezelőtt külön indult az MSZP, a DK, a Jobbik, stb. Most pedig általában ellenzéki szövetségben indulunk, és nem 5x2, hanem 1x2 pár delegált vagy jelölőszervezeti delegált küldésére van egyáltalán mód. Amikor azt mondja, hogy szabad, de nem fair, igen? Amit egyébként a korábbi nemzetközi választási vizsgálatok pontosan ugyanígy igen? Fogalmaztak fel a magyar választásokkal, korábbiakkal kapcsolatban, országgyűlésivel is, akkor ezzel azt is mondja, hogy utólagos csalástól, meghamisított céduláktól, kidobott doboztól, halottakról, akik szavaztak, nem tart. A szabad választás az azt jelenti, hogy mindenki, aki akar, elindulhat ezen a választáson, és lehet rájuk szavazni. Az, hogy nem fair, az a körülményeket jelenti. Mi azért küldünk egyébként delegáltakat az egyes szavazókörökbe, hogy pontosan az ilyen típusú cselekmények ne legyenek. Tehát pontosan annyi résztvevőt, pontosan annyi szavazatot az egyik-másik jelölt mellett, pontosan annyi érvénytelen szavazatot jelentsenek föl a rendszerbe, mint amennyi ott a szavazókörben volt. Óriási jelentősége van, hogy lesz a választási megfigyelő minden egyes körzetben. Korábban ugye rengeteget panaszkodott az ellenzék arra, hogy nem tudott állítani olyat, aki figyelni az oldalakról, és ettől lebegett egy olyan gyanú, amit nem lehetett bizonyítani. Mi ezt szeretnénk kiküszöbölni. Budapestben, a nagyobb városokban és a városok többségében mindenhol ott vagyunk. A kisebb településeken szerintem, ahol egyébként kevesebb a pártoknak a jelentősége, mert inkább független jelöltek vannak, ott ilyen pártdelegáltak azért nincsenek mindenhol. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, megyünk tovább.